Magától kezdjen el beszélni az élményeiről. Ha azt látjuk, hogy bezárkózik, vagy csak nincs kedve beszélni, akkor felesleges kérdésekkel bombázni, mert egy idő múlva csak menekülni fog a szülei elől. Na, mi volt ma az iskolában? Hát ez egy iskolás diák számára tökéletesen értelmezhetetlen kérdés. Hát voltak tantárgyak, meg volt ebéd, aztán hazajöttem. A gyermeki agy folyamatosan szívja magába az impulzusokat, hiszen még csak most tanulja a világot. Többek között ezért is kell hagyni neki egy kicsi időt arra, hogy leülepedjen az a sok-sok információ és történés, ami ma zajlott körülötte. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lehet beszélgetni vele közvetlenül a hazaérkezés után, inkább azt jelenti, hogy hagyjunk neki egy kis időt, hogy magától kezdjen el beszélni az élményeiről. Ha azt látjuk, hogy bezárkózik, vagy csak nincs kedve beszélni, akkor felesleges kérdésekkel bombázni, mert egy idő múlva csak menek Külni fog a szülei elől. Iratkozz fel a csatornára, és beszéljünk a tanulásról, hogy könnyebb legyen. Néhány jó tanács ahhoz, hogy a gyermekünkkel jó kommunikációs kapcsolatban maradjunk. Az első és legfontosabb, hogy ráfigyeljünk. Nem érvényes semmiféle kérdés vagy beszélgetés, ha közben újságot olvasunk, tévét nézünk, vagy épp a telefonunkra mosolygunk. Aha. Ja, 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 értem. A másik, hogy nem az a kérdés, mi volt az iskolában, mert ahogyan az előbb is mondtam, ez egy annyira általános kérdés, hogy gyakorlatilag nem is lehet rá válaszolni. Olyan ez, mintha egy évek óta nem látott barátoddal összefutnál az utcán, és megkérdezné tőled, mi újság? Most tényleg egy mondatba foglaljam össze, hogy mi történt az elmúlt években. A gyermek számára sokkal fontosabb kérdés, és még válaszolni is tud rá, például, hogy hogyan érezted magad ma? Mi volt a legjobb a napodban? Minek tudtál ma örülni? Mi az, ami rossz érzés volt? Volt olyan ma, hogy unatkoztál? Ki az, aki a legszimpatikusabb az osztálytársaid közül? De ezeknek a kérdéseknek a legfőbb szabálya, hogy valódi érdeklődést mutassunk, vagyis a gyermek azt tapasztalja meg, hogy a szüleit tényleg érdekli, hogy mi történt vele. És ha a válaszokra is odafigyelünk, akkor lehet további beszélgetést kezdeményezni erről. Fontos természetesen, hogy az intim szférát is tiszteletben kell tartani, mert hiába a saját gyermekedés nehéz tudomásul venni, de vannak bizonyos dolgok, ami nem tartozik rád. Pontosabban csak azt tartozik rád, amit ő hajlandó elmondani. Egész egyszerűen azért, mert ő egy másik ember. Nekünk felnőtteknek sem esne jól, hogyha egy rég nem látott barátunk olyan kérdésekkel bombázna, amire nem szívesen válaszolunk, mert az már a magánszféránk. De ha jó bizalmi kapcsolatot építesz ki a gyermekeddel, akkor nagyon sok mindent meg fog osztani veled. Természetesen nem érdemes feltétel nélkül rábízni, hogy mikor akar, vagy akar egyáltalán beszélgetni velünk, mert egy idő múlva teljesen bezárkózhat, ugyanis azt a következtetés fogja levonni, hogy a szüleim nem is kíváncsiak rám. Így tehát meg kell találnunk azt az időpontot vagy helyet, amikor alkalmas lehet beszélgetni vele. Érdemes megfigyelni, mi az a szituáció vagy időpont, amikor egyébként szívesen beszélget. Lehet ez a vacsoraasztalnál, vagy ha éppen együtt sétálunk haza az iskolából, vagy az esti lefekvéskor, közös játék előtt, közben, vagy után, bevásárlás során, vagy bármikor, amikor szívesen megnyílik. Ezeket az időpontokat érdemes rendszeresen kihasználni, és főleg a mélyebb témák kibeszélését ekkorra időzíteni. Mélyebb témákból pedig van bőven. Iskola, tanulás, magánélet, érzelmek, ez mind-mind olyan, ami rendkívül fontos egy fejlődő gyermeki léleknek, és a kellően komolyan vesszük, megfelelő megértéssel és tapintattal kezeljük, sohasem veszítjük el a kapcsolatot azzal az emberrel, aki a legfontosabb az életünkben. Ha szeretnél még hasznos tartalmakat a tanulással kapcsolatban, lájkold a videót, iratkozz fel a csatornára, írd meg a véleményed a kommentben, oszd meg és élvezd a tudásod!